Reggel 8 óra előtt már melegítettek a csapatok. Szényei András alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, aki a torna közösségteremtő erejét hangsúlyozta. Véleménye szerint, amelyik gárda nevezett, már nyert ezen a hagyományosan baráti hangulatú tornán. Végül a csapatokat sportszerű játékra kérte. Kívánom önöknek, hogy a részvétel mellett legyen eredményes is ez a torna. A Pannon öreg fiúk és a mobil szalon csapott össze először a kupáért. Utóbbi csapat szerzett vezetést, Sáfrány Zoltán felszabadítása végül a kapuban kötött ki, amikor a Pannon kapusa Jócskán elszámolta a labda ívét. Az öreg fiúk ezután még lendületesebb játékot produkáltak, és Farkas Ferenc egy távoli bombával gyorsan egyenlített. A gólgyártást pedig folytatták az egész meccsen, négyig meg sem álltak. Sáfrány Zoltán azt mondja, tovább szeretnének jutni a csoportkörből, de ehhez jobb szereplésre lesz szükségük. Gólja pedig nem csak a kapust, őt is meglepte. Ez egy felszabadítás lett volna, előreívelés, de úgy láttam, a kapus elég potyaízű gólt kapott. De sajnálom, hogy a végül is az eredménnyel nem sok siker volt, mert nem tudom, 4-1-re végül is kikaptunk. Az idei tornán több korábbi kupagyőztes is szerepel majd, így a tavalyi bajnok Dagobert, de a Surcibau és a Top FC is pályára lép.